Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinjának 2024. évi 7. adását látják. Egy-egy gyógyíthatatlan betegséggel való együttélés nem csak a beteg, hanem a hozzátartozók számára is kihívást jelent. Hogy kitől kaphatnak segítséget, hogyan készülhetnek fel erre, erről is beszélgetek vendégeimmel. Újraindult az újszülöttek SMA szűrése. Kisfilmünk azt mutatja meg, hogyan történik mindez. Vendégünk lesz egy mentálhigiénés szakember is, akit arról kérdezek, hogyan őrizhetjük meg lelki egészségünket. Tartsanak velünk a mai fél órában is, úgy gondolom érdemes lesz. Amikor az ember arcába beletolták, hogy az örökmozgó férjed nem csak sántítani fog, hanem rosszabb is lesz, hát az durva volt. Így emlékezett Pocsai Zsolt felesége arra a pillanatra, amikor megtudta férje diagnózisát. A szklerózis multiplex egy krónikus, ma még gyógyíthatatlan betegség, amely nem csak a beteg, hanem a család számára is addigi életük teljes átalakítását jelenti. Azért az földhöz vágja az embert, hogy mi is van most, én így fogok élni egész életemben, tolószékben, meg nem azt csinálom, amit én akarok. Megdöbbentünk, mikor jött ez a betegség, mert nem tudtuk, hogy mi az, mindig dobta a lábát, meg egyre kevesebbet tudott menni. Amikor kiderült ez a dolog, és ugye az ember arcába beletolták, hogy hát figyelj, a örökmozgó férjednek nem hogy sántítani, meg húzni fogja a lábát, hanem még rosszabb is lesz, az nagyon, nagyon durva. Zsolt példa arra, hogy akinek ilyen támogató családja van, támogató baráti köre van, sokkal tovább bent tud maradni az élet körforgásába. Pócsony Zsolt vagyok, hivatásos gépkocsi vezető voltam. 56 éves vagyok, és 6 éve derült ki, hogy idegrendszeri betegségem, autoimmun betegségem. Ugye el kellett menni MR-re, ott ki is mutatta az agyamba a SM betegséget. Miután kiderült a betegségem, fél évig még tudtam a munkámmal dolgozni. Utána már sajnos ki kellett szállnom, mert hát kezdett veszélyes lenni a többi közlekedőre is. Itt ebben a helységben volt, hogy 2 órát álltam, mire meg tudtam mozdulni. Néztem ki a fejembe, hogy most mit csináljak. Álltam, néztem is, és nem értettem az egész. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon aktív ember volt, tehát 2 percig nem tudott ülni, és most azt mondták neki, hogy jó, akkor most ülje le. Amikor ezt megtudta, akkor így befordult. És csak azt vettem észre, hogy nem a tévét nézi, hanem mellé. És nem így, hanem így. Így ült, tehát ilyen, és szótlanul. Most egy duma gép, tehát volt, hogy egy fél napot meg se szólalt. És akkor nem tudja az ember, hogy most szóljon, vagy ne szóljon. Hogy mit tesz jobban. Feleségem látta azt a folyamatot, hogy min megyek keresztül. A jövő képe szerintem úgy összeomlott, hogy az enyém. Szörnyű volt. És a családnak is, mert az első 2 évben elég elviselhetetlen ember voltam. Aki tolószékbe kerül, megkérdeznék a családját, mindenki azt mondaná, hogy még el nem fogadtam a betegséget, addig nagyon rossz természetem volt. Egy tehetetlen tű. Gondolkoztam rajta, hogy az első évben, hogy megyek a vonatnál. Abban van szerencsém, hogy ő ezt belátta, elment az orvoshoz, kért segítséget, egy kis kedélyjavítót kapott, és akkor így megbarátkozott, buta szó, elfogadta. Inkább beletörődött, így mondom, mert ezt úgy elfogadni sose lehet. Beletörődött abba, hogy így kell élnie. A kezelések úgy történnek, hogy bemegyünk a kórházba a feleségemmel. A főorvos asszonnyal nagyon-nagyon jó kapcsolatom van. SM nővér is nagyon-nagyon barátságos. Nem egy darab számnak számít az ott, hogy te vagy a 9475-ös beteg, hanem én a Zsolt vagyok, aki SM beteg. Ott a főorvos asszony megvizsgál,
teszteket kell megcsinálni nála, javultunk-e vagy nem javultunk, rosszabbodott, nem rosszabbodott. Zsoltot primér progresszív korformájú szklerózis multiplex betegséggel gondozom, hogy a család a legkisebb egészségügyi intézmény, és hogyha az jól működik, akkor lehet arra számítani, hogy a kórház a következő egészségügyi intézményben is a kezelések jól működnek, mert önmagában nem elegendő a kórház, kell a védő család ahhoz, hogy egy krónikus betegségben a beteg meg tudjon maradni. Bátorítani kell arra, hogy ameddig lehet, a szokványos tevékenységeit tovább végezze. Ne izolálódjon, ne kerüljön ki az élet körforgásából. Foglalkozzanak vele a barátok, a család, hogy maradjon benne az életbe. Itt nem messze van tőlünk egy autószerelő műhely. A tulajdonosa, egy iskolába jártunk valamikor, és vele egy nagyon régi barátságban a Zsolttal. Én ide járok a műhelybe, itt vannak a barátaim. Ő hozzájuk minden nap át tudok járni. Tud beszélgetni az ember. Magyarul nem zárom be magam egy kuckóba. Mivel itt lakik a hat házzal odébb, azért könnyen át tud gurulni. Szeret jönni reggel, várja, hogy jöjjön valaki. Régi sofőr kollégái, hogyha járnak, jobban telik neki az idő így, nem fordul magába. Mindig hozzászól, mond valami híreket, beszélgetünk, úgyhogy kitölti a napot. Ha nem jön, akkor hiányzik is. Amikor kiderült a betegségem, akkor a nagyobbik fiam már dolgozott, meg élte a saját életét. A kisebb fiam meg 14 éves körül lehetett együtt. Éltük meg ezt a betegséget sajnos. Át kellett nagyon sok feladatot tőlem benni. Ezt a házat még én építettem, még egészséges voltam, akkor elkészítettem ezt a liftet. Hazaérek és a lépcső már nem megy. Fölhajzok a liftre és akkor fölbontatom magam, itt már bejárati ajtón már valahogy beküzdöm magam. Le kellett költöznünk a földszintre, úgyhogy a nappali helyéből csináltunk hálószobát. Úgy kellett a bútorokat igazítani, hogy ő azért meg tudjon kapaszkodni. Tehát nem kellett kiszolgálni. De eljött az az idő, hogy most már igen. Például a öltözködésbe segíteni kell. Kimerevedik a jobb lábom, és ugye a cipőt vedd úgy fel a lábadra, hogy az ki van nyújtva a lábad, és ha akarod, ha nem éred el. A családnak nagyon-nagyon rossz ez a betegség. Mindenki azt hiszi magáról, hogy én vagyok a beteg, hogy nehogy már a feleségem, meg a gyerekem, meg a édesanyám, a testvérem, nehogy már ők panaszkodjanak, ugye, mert én vagyok a beteg, de én tudom, hogy most már rájöttem hogy arra, hogy a családnak van, amikor rosszabb. Nem cserélnék vele a feleségemmel, hogy azt, amit ő elvisel, meg segít. Lehet, hogy én nem úgy tudnám tenni, mint ahogy ő teszi. Hát nem gondolnám, hogy nehezebb nekem, mint neki. Én arra szoktam gondolni, hogyha most én lennék ilyen beteg, akkor szerintem ő is ugyanezt megtenné, értem. Az a legnehezebb, amikor nem tudok segíteni. Amikor fáj, vagy nem tud haladni, mert nem mozdul a lába. Ezt úgy végig kell nézni, hogy ez van. Az alkalmazkodás az úgy megy, hogy ilyenkor, amikor már benne van az ember, akkor úgy belekerülsz ebbe a folyamatba, és akkor úgy szép lassan minden úgy megoldódni látszik. Az, amit a háború, ugye a háborúban is, aki ott él, az benne van és csinálja, teszi a dolgát. Aki ebbe a cipőbe jár, akkor ne adják fel, hanem próbálják elfogadni, hogy ez így van, nem áll meg a világ. Az adatot segíteni, hogy szereted, hogy gondoskodsz róla, hogy elviszed orvoshoz, hogy beszélgetsz vele. Ha rosszabb napja van, akkor nem szólsz, mert tudod, hogy rossz. Ez ugyanaz az ember, ezt ugyanúgy szereted. Föladnia nem lehet, mert van kiért, van miért küzdeni. Ne érezze ő már úgy, hogy ő most akkor tényleg nem egy egész ember, mert ő így egész ember, ahogy most van.
Zsolt az előbbi kisfilmben azt mondta, ezt a betegséget nem egyedül kaptam, ezt mindannyian megkaptuk. Az ő életüket is meghatározza, nem csak az enyémet. Vendégeim segítségével arra keressük a választ, hogyan lehet felkészíteni egy SM beteg családját, mit jelent együtt élni ezzel a betegséggel, és hogy kitől kaphatnak segítséget. Köszöntöm a stúdióban Rajda Cecíliát, a Szegedi Neurológiai Klinika docensét, és Nagy Elekes Petrát, a megyei SM betegek Csongrád Csanád megyei egyesületének elnökét. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy ennek a témának a kapcsán elfogadták a meghívásunkat. Ugye Petra ön nem érintett ebben a betegségben, de 2020 óta vezeti az egyesületet, tehát találkozik betegekkel és a családjaikkal. Mit lát, mekkora trauma ez a családok életében? Így van. Az az igazság, hogy mint minden hasonló komolyságú egészségügyi állapot azért nem csak az érintettet, hanem a közvetlen hozzátartozói kört is elég komolyan érinti. Sok esetben szerintem még ők sem tudják ezt a diagnózist követő időszakban. Azt tapasztaljuk egyébként az egyesület munkájával, az egyesület tagságán keresztül, hogy hosszú évek telnek el, mire az érintett is és a család is megtanul együtt élni ezzel a helyzettel, és nyilván az állapot rosszabbodást követően merül fel annak a kérdése, hogy a családtagokat milyen intenzíven szükséges ugye ebbe az állapot kezelésébe bevonni. Törekszünk segítséget nyújtani nem csak az érintetteknek, hanem a programjaink kibővítésével, megnyitásával a családtagoknak is arra, hogy információhoz jussanak, kapcsolatot tudjanak építeni, egyáltalán sorsközösséget tudjanak alkotni más hasonló érintett családtagokkal akár. Igen, néha a lelki segítség az rengeteget számít az érintetteknek, vagy a családjaiknak. Doktornő, amikor egy SM beteg diagnosztizál, akkor van-e arra protokoll, hogy hogyan és kikkel, milyen körrel kell közölni a diagnózist? Elsősorban a beteggel. Tehát ez abszolút egyértelmű, hogy a beteggel kell kommunikálnunk. Én mindig nagyon örülök, hogyha behoznak családtagot. Sokkal jobban átmegy az információ is, hiszen nagyon különbözően reagálunk egy váratlan rossz hírre. Valaki teljesen lezár, valaki proaktív lesz, és elkezd az interneten tovább utána nézni dolgoknak. Nagyon-nagyon különböző, hogy ki hogyan dolgozza fel. Tehát, hogy nekünk is fel kell készülni erre, mint a kezelőorvosnak, hogy nagyon sokfajta reakciót kapunk. Valaki úgy érzi, mintha egy gyomrost bevittek volna neki, valaki pedig teljesen lezár, és olyan, mintha az érzelmek nem jönnének felszínre, és nagyon sokfajta megküzdési mechanizmus van. A családtagok rengeteget segíthetnek. Ugye nekik is ez egy sok, ugyanúgy, mint a beteg részére. Még akkor is, hogyha sejlik valami, hogy valami látják, hogy nem stimmel a hozzátartozójukkal, a beteg is tudja, hogy jöttek azok a tünetek, ami orvoshoz vitte őt. Igazából ilyenkor én úgy gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy együtt leüljünk mind a beteggel, mind a hozzátartozókkal, és esetleg felhívjuk a figyelmet, hogy vannak még hasonló sorsú emberek, akikkel tudnak beszélgetni, akik ezen már átmentek, mert ezeken stációk vannak, hogy hogyan dolgozzák fel ezt az információt, akihez tudnak fordulni. Azt is el kell mondaniuk, hogy mi vár rájuk, tehát hogy hogyan fog ez az életük végéig tartó betegség alakulni, és mennyiben feladatuk a család felkészítése? Hát ugye ez az, amit nem tudunk, hogy egy ezer arcú korról beszélünk, és hála a jó Istennek, manapság már azért azt látjuk, hogy nagyon jól megfogható, hogyha kezeljük ezt a betegséget, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, hogy a megfelelő, tehát idejekorán elindított gyógyszeres terápia azért nagyon meg tudja akasztani a betegségnek a lefolyását jó irányba. Úgyhogy tehát nem kell a legrosszabbra készülni, amikor valaki megkapja ezt a diagnózist, és nagyon furcsa volt számomra, amikor Dániában dolgoztam, hogy ott is a betegek az kerekes széktől féltek. És én úgy gondolom, hogy ez egy olyan félelem, ami a múltban gyökerezik, amikor alig volt gyógyszer, most viszont januártól 4 új gyógyszer került forgalomba, ami használható, és ezáltal egy nagyon nagy palettánk van, amit felhasználhatunk. Akkor ez erre is igaz, hogy az orvostudomány fejlődésével ez a betegség is egyre inkább kezelhetővé válik, vagy együtt lehet vele élni. Így van, tehát ez egy krónikus betegség, ez egy életre szól. Uh-huh.
viszont unalmasá lehet tenni, úgymond, hogy ne okozzon új tünetet, ne okozzon panaszt. Nagyon változatos a lefolyása, a kor lefolyása. Vannak prognosztikai tényezők, amik mentén válaszunk is gyógyszert, hogy magasabb hatékonyságúval kezdjünk el, vagy mérsékelten hatékonnyal. Ez mellé a betegnek is azért oda kell tennie az ő részét, hogy az életmódjával támogassa az egészségét. Ugye nagyon gyakran ez a betegség olyan 20-40 év között derül ki, akkor diagnosztizálják, ez ugye egy igen aktív életkor a fiatal férfiak és nők körében. Ez az átalakult élethelyzet, vagy ami ezzel a betegséggel járni fog a továbbiakban, ez azért nagy kérdéseket vet föl nyilván a családban is, meg feladatokat ró rájuk, hogy mekkora szerepe van nekik abban, hogy támogassák a házastársukat vagy családtagjukat. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a családtagok, és tovább megyek egy picit még akár a barátok, kollégák szerepe is ennek a diagnózisnak a feldolgozásában, hiszen sokukat azért a munkahelyen is érint ez a tünet, vagy ez a tünet együttes, ami ezzel a betegséggel jár. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tud segíteni az érintetteknek, hogyha találkoznak hasonló sorstársakkal, és látják azt, hogy tényleg különböző súlyosságú, különböző lefolyású és különböző élethelyzetben lévő emberek hogy tudják ezt a helyzetet kezelni, és egy picit egymással tudnak kommunikálni, jó gyakorlatokat tudnak akár megosztani egymással, meg talán egész egyszerűen csak kiönteni a lelküket egy hasonló cipőben járó embernek, ami nagyon fontos lehet. Az önök egyesülete szervez-e az érintetteknek, vagy a családtagoknak, kifejezetten a családtagokra gondolok most, ilyen jellegű programokat? Igen, alapvetően szakmai jellegű rendezvényeink is vannak, illetve az országos szervezettel együttműködésben kifejezetten az információ áramlás segítő rendezvények, de azt gondolom, hogy talán a családtagok és a közvetlen közeli hozzátartozó barátok, kollégák szempontjából az olyan kötetlenebb rendezvények szoktak sikeresebbek lenni, ahol lehetőség van egy picit jobban négy szem közt beszélgetni, jobban megosztani az élethelyzetet, a tapasztalatot. Elég változatos programokat szoktunk szervezni annak érdekében, hogy ilyen beszélgetések létrejöhessenek, és nagyon változatos helyszíneken és változatos közösségi eseményekben is részt szoktunk venni azért, hogy pont láthatóvá váljon, hogy széles kört érint ez a betegség az aktív dolgozó édesanyákon keresztül, akár egy rosszabb állapotban lévő kerekesszékes férfiig bezárólag. Ugye, hogyha egy ilyen diagnózist felállítanak, kiderül a családtagunk egyik tagjáról, hogy SM-mel küzd, sokan pszichológushoz fordulnának, ebben látják a megoldást. Ebben tudnak-e segíteni, hogy kihez érdemes fordulni, vagy szóval tudnak-e ilyen jellegű tanácsot adni? Alapvetően igen, annak már nagyon örülünk, hogyha felmerül a segítségkérés az érintetben, hiszen inkább azt szoktuk tapasztalni, hogy nehezebb a segítséggel elérni ahhoz, akinek szüksége lenne rá. Egyesületi tagunk is van, aki egyébként egy látássérült pszichológus, és általa vele való együttműködésben is tudunk segíteni, illetve rendszeresen szervezünk mentálhigiénés jellegű ökoterápiás vagy lovasterápiás programokat, amik szintén nagyon sokat tudnak segíteni. Ugye említettük a családon túl a barátok, kollégák szerepét, hogy mennyiben látják azt, hogy a társadalmat szélesebb körben érzékenyíteni kellene az SM betegek felé? Nagyon törekszünk rá, célkitűzéseink közszerepel mindig, minden évben a programok szempontjából is, de azt gondolom, hogy a társadalom még mindig nem tud eleget erről a betegségről. Sok esetben tévképzetek társulnak hozzá. Fontos lehet, hogy megfelelő információk birtokában azért egy sokkal magabiztosabb és valóban segítő hozzáállással tudják kezelni az érintetteket. Nagyon szépen köszönöm doktornőnek és Petrának, hogy itt voltak. Remélem, hogy egy kicsit segíteni tudtuk a beszélgetéssel mind az SM betegeket, mind pedig a hozzátartozókat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Már két újszülöttnél mutatták ki az SM-t okozó génhibát azóta, hogy február végén újraindultak a szűrések. Az egyik intézmény, ahol a mintákat elemezni tudják, a Szegedi Gyermekklinika Anyagcserebetegségek Szűrővizsgálati Laboratóriuma. A szakemberek szerint azért fontos már csecsemőkorban kiszűrni a gerincvelői izomsorvadást, mert az időben elkezdett kezelés esélyt ad arra, hogy a gyerekek évtársaikhoz hasonlóan tudjanak fejlődni.
újra szűrik a csecsemőket SMA-ra. A gerincvelői izomsorvadásban szenvedő csecsemők szűrés és kezelés hiányában eddig a 2 éves kort sem élték meg. A kormány tavaly decemberben leállította a szűrést anyagi okokra hivatkozva. A civil összefogás és a társadalmi nyomás hatására azonban márciusban 450 millió forintos kerettel újraindították a programot. Szia, Sári! A Hódmezővásárhelyi Sári már akkor született, amikor éppen az SMA szűrés mintaprogramja folyt. Édesanyja Karasszücs Noémi még a születése előtt kérte a szűrést, így már egy hónapos korában megkaphatta az első kezelést. Az időben megkezdett génterápiának köszönhetően a most 10 hónapos Sári kortársaihoz hasonlóan fejlődik. Sári így a szűrésnek köszönhetően nagyon előnyből indul, mert még nem pusztult el annyi mozgatóideg sejtje, hogy ez látszódjon rajta mondjuk a mozgásán, vagy meg tényleg igazából a sírásán, vagy a nyelésén. Tehát, hogy még azt mondhatni, hogy idejében el lett csípve ez a betegség nála, és hát nyilván összehasonlíthatatlan azokkal a betegekkel, akiknek már csak a tüneteken keresztül kezdenek el vizsgálódni, hogy vajon mi lehet a baja. A most 7 éves Ábris születésénél még nem volt elérhető sem a szűrés, sem a kezelés. Majdnem 6 hónapos volt, mire diagnosztizálták, őt pedig csak külföldön tudták kezelni. Családja közösségi összefogással gyűjtötte össze a szükséges pénzt. A diagnózisra mi ugye 8 hónapos korára jutottunk csak el, tehát hogy értelemszerűen, ha szakkönyveket nézzük, akkor maximum 4 hónapunk állt rendelkezésre, de az sem mindegy, hogy ugye milyen állapotban van a beteg, amikor részesül az első terápiában. Mert azok az izomszövetek, amik már elhaltak, az sajnos visszaépíteni nem lehet. Tehát minél súlyosabb az állapot, nyilván annál kevésbé várható nagymértékű javulás, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy versenyt futottunk az idővel. A 2023 év végén leállított program február végén, március elején indult újra Magyarországon. Az újszülötteket a pilot program alatt is 2 helyen szűrték az országban. A Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján és a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. Szegeden a program első szakaszában 13 hónap alatt 9 SMA-s kisbeteget szűrtek ki. Magyarországon az elmúlt évben egy klinikai vizsgálat pilot történt, aminek következtében 8, illetve 9 gyermek újszülött került kiszűrésre abban a fázisban, amikor még klinikai tüneteket az SMA nem adott, viszont későbbiekben nagy valószínűséggel lettek volna tüneteik. Ez egy genetikailag meghatározott betegség. Őket a Bethesda Gyermekkórház Budapesten az előtt tudta még kezelni, hogy klinikai tüneteik lettek volna. Azok a szülők, akiknek gyermekük idén januárban és februárban született, ők sem maradnak ki a szűrésből. Ők április 30-ig visszamenőleg is kérhetik a vizsgálatot. Április végéig van lehetőség utólagos nyilatkozattételre, beleegyezési nyilatkozat aláírása, és akkor természetesen az ő mintájuk is feldolgozásra kerül. Erre azért van szükség, mert akkor nem fogunk abból az időből kicsúszni, ami még az optimális tünetek előtti kezelés lehetőség. Megadja. A pilot program 14 hónapja alatt 73 ezer babát szűrtek le. Országos szinten a szülők 75%-a kérte az SMA-tesztet. Szegeden ez elérte a 80%-ot. Ez valahol ugye 70-80% az összes szülő anya, illetve szülő pár közül a 80% kérte a vizsgálatot, tehát ez egy nagyon magas átszűrtségi arányt jelent a társadalomban. Ez itt a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ laboratóriuma. Itt szűrik ki a csecsemőktől levett vérmintákból azt, hogy melyik baba SMA-s és melyik nem. Az SMA szűrése az újszülöttkori szűrésre egyébként is érkező szűrőpapírra szállított vérmintából történik. Tehát tulajdonképpen ebből a kötelező 27 kórképet minden esetben megnézzük, és amennyiben az édesanyja vagy édesapa beleegyezését adja a vizsgálatra, akkor egy újabb módszerként az SMA-ra is leteszteljük ezeket a vérmintákat. Itt tulajdonképpen az történik, hogy egy megfelelő előkészítési módszerrel ezt a mintát feldolgozzuk, ezt követően egy PCR nevű készülékben történik meg a meghatározás, ami jelezni fogja nekünk, hogy ez a gyermek az SMA-ra gyanús, vagy nem gyanús. Amennyiben gyanús,
A vizsgálatot még két példányban, még két alkalommal megismételjük, és így a három eredménye alapján szerezhetünk arról megerősített gyanút, hogy itt tényleg az SMA fennforoghat. Ezt követően pedig továbbadjuk az információt a klinikai genetikusnak, aki a további vizsgálatokat, részint a tájékoztatást, részint a klinikai genetikai vizsgálatra történő mintavételt, részint pedig utána a megerősítő vizsgálatnak a kezdeményezését elvégzi. Hogy is működik ez a gép, ha beteszik ugye a mintákat, mi történik? Igen, ez a gép ez egy PCR készülék, ami arra szolgál, hogy a genetikai állományát tulajdonképpen felszaporítsa ebben a mintában. Ezzel a módszerrel tudjuk azt megállapítani, hogy a gyermekeknél az a bizonyos SMA-t okozó gén probléma az jelen van, vagy nincsen jelen. Az SMA szűrővizsgálata az egy nagyon új dolognak számít. Néhány év óta indult el ez a dolog, tulajdonképpen az SMA, mint kórkép nagyon régóta ismert, viszont a kezelés az egyáltalán nem régi, és ennek megfelelően az újszülöttkori szűrésnek a bevezetése is világszerte egy nagyon új dolog. Európában még mindig nem teljes körű a lefedettség. Magyarországon azt gondolom, hogy nagyon jól állunk ebből a szempontból. Itt a zöld vonalat érdemes figyelni. Egy SMA-s betegnél ez a zöld vonal nem a többieknek megfelelően szépen emelkedik, hanem nem szaporodik föl a mintája. Ez mutatja azt, hogy az ő esetében a többi mintával szemben az SMA-nál az a bizonyos génszakasz tényleg hiányzik, tehát itt fönnáll az SMA betegség gyanúja. Jelenleg azoknál a csecsemőknél végzik el ezt a fajta szűrést, akiknek szülei kérték azt. Berecki Csaba, a Szegedi Gyermekklinika igazgatója, viszont azt szeretné, ha az SMA szűrést minél több babán elvégeznék. Újszülöttkori szűrőprogramba bevételét javasoljuk, aminek elszámolási, illetve beleegyeztetési kérdései vannak, hiszen ha az újszülött szűrőprogramba kerül bele a újként ez a szűrés, az SMA szűrése, akkor nem kell külön beleegyezést ehhez adni a szülőknek. Ha nem szeretné, akkor természetesen nem kötelező. Tehát azért mondom, hogy a kötelező egy picit félrevisz, mert ha ő nem akarja a szűrést, akkor ezt írásban lemondhatja. Én azt gondolom, hogy az, hogy 9 gyerek került meghatározásra, illetve kiszűrésre az elmúlt években, ez azt jelenti, hogy ez egy olyan betegség, egy olyan súlyos betegség, aminek is van olyan terápia, ami a tüneteket meg tudja szüntetni, és ezt látjuk is ennek a 9 gyereknek a terápiájában, illetve a korábbi gyerekeknek a terápiájában, hogy érdemes lenne. Erre nagy valószínűséggel ígéret szerint 25 januárjától kerül sor. Ez az 24-es év, ez egy átmeneti év, de itt sem szeretnénk kihagyni a társadalmat, vagy kirekeszteni a társadalmat ennek a szűrésnek a lehetőségéből. A mentál higiéné minden olyan tevékenységet magában foglal, amelynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása. A lelki egészség a testi, szellemi és szociális jólétet egyszerre jelenti. Szabados Szilvia okleveles mentálhigiénés szakember anesteziológiai és intenzív terápiás szakasszisztensként kezdte pályafutását, ott ébredt rá arra, milyen fontos a lelki egészségre való odafigyelés is. Köszöntöm a stúdióban Szabados Szilviát, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Emlékszik-e arra a pillanatra, vagy arra a momentumra, amikor átfordult önben, hogy a mentálhigiéné felé kellene kanyarodni? Hát ez egy folyamat volt, mint általában az ember életében minden ugye egy folyamat, tehát nem tudunk így pontot tenni a dolgok végére, hanem így mindig figyeltem a munkám alatt a betegeket, főleg altatás alatt, hogy miért van az, hogy valamelyik beteg, ha sírva alszik el, akkor sírva ébred, és hogy nem hatnak a gyógyszereink rá, és elkezdett foglalkoztatni ez a dolog. Nyilván pszichológia mindig is érdekelt, és nagyon sok ilyen témájú könyvet olvastam. Aztán nyilván nekem is lettek nehézségeim az életem során, és úgy éreztem, hogy rendeznem kell a belső világomat ahhoz, hogy a saját nehézségeimen átjussak. És tulajdonképpen ez így az egész így komplexen, ami hatott
rám, és elindultam a tanulás irányába, és kifejezetten elmentem az egyetemre, hogy akkor mentálhigiénész szakember legyek, hogy segíteni tudjak a beérkező betegeknek a műtőbe, azzal a stresszel, amivel érkeznek egy-egy nehéz pillanatukba, hogy tényleg úgy tudjak mellettük állni, hogy támogatóan. Tehát tulajdonképpen ez kiegészíti egymást a két terület. Így van, így van, így van. Azt mondják, hogy a mentálhigiéni legfőbb jellemzője a holisztikus szemlélet. Erről manapság nagyon sokat hallunk, talán divatos szónak is mondhatnám, de ez mit jelent pontosan? Hát a holisztikusat, nyilván én egy kicsit így magamra formálnám most ezt a jelzőt. Nyilván a saját szakmai területemet tekintve én nem csak azt nézem, hogy a testet hogyan lehet meggyógyítani, és hogyan tudok szolgálatára lenni annak a betegnek, aki beérkezik, hanem hogy mindenféle területen, hogy őt mentálisan kísérve, elfogadva mindazt, amit ő saját maga, aki érkezik, számára biztonságot hozó dolgok, azokat mind érdemes behozni az ő kezelésébe. Számomra így lesz holisztikus az egészséges ember, hogy én őt figyelve, ő megsegítésére próbálom azokat az eszközöket megtalálni, ami a számára a biztonságot jelenti. Nyilván ez kezdődik azzal, hogy mondjuk milyen vallással érkezik, annak az elfogadása, amikor szorong, akkor azt felismerjük, és hogy nyilván így egybe ezeket, hogyha jól megsegítjük, és beszélgetünk, és figyelünk a másikra, akkor ez mind meg tud valósulni. Mi a feladata egy mentálhigiénés szakembernek? Hát ez egy elég bonyolult, ezt a szakma is nagyon sokszor vitatja, hogy akkor mi is a mi feladatunk. Én azt gondolom, hogy elsősorban az én feladatom az, hogy abban segítsem a hozzám érkezőket, hogy a mentális egészségük, amiben jelenleg van, ők élnek, az ne romoljon. Tehát, hogyha van valami olyan elakadásuk, ami kisebb elakadás, egy válás, vagy egy identitásváltozás az életükben, amikor családdá válási időszaka kezdődik, hogy akkor úgy megtalálják az új szerepeket, hogy abba úgy biztonságba érezzék újra magukat. Ez az egyik oldala, hogy az egészség úgymond megőrizve maradjon ebbe az időszakban. A másik pedig, amikor valami állapotromlás találkoznak szembe, olyan krízisek jönnek az életükbe, amire nem számítanak, hogy ez a krízis ne romoljon. Tehát, hogy arra vannak segítő beszélgetés módszerét használja a mentálhigiénés szakember, és hogy a segítő módszer, ez a segítő beszélgető módszer arra hivatott, hogy én abban segítsem a hozzám érkezőt, hogy meghallgatom. Uh-huh. És hogy az, amit ő elmond nekem, én azt igyekszem úgy visszakérdezni, vagy visszatükrözni azokat a mondatokat, szavakat, hogy ő abból ráismerjen abba, hogy mit is érez, mert egy ilyen érzés kavalkád jelenik meg az emberbe, és nagyon-nagyon nehéz kiszálazni, hogy valójában mi is annak a gyökere annak az érzésnek. Mi az ön szakterülete a mentálhigiénén belül? Esetleg összefügg az aneszteziológiával? Egyelőre azért nem, mert ugye most a gyeses időszakomat élem én is, és hogy most nyilván erre kerekítettem ki, de alapvetően nagyon szeretném majd a munkám során használni. Jelenleg én a szakdolgozatomat a nehezített teherbesésből írtam a mentálhigiénés tanszéken, és ez az én szívügyem igazából. Én azt gondolom, hogy itt kell elkezdeni elsősorban a támogatást, hogyha egy nehezített teherbesés van a családokat, hogy itt már, amikor elindul egy nehézség, akkor ott megemelni őket. Aztán, amikor ugye megszületik a baba, ott van egy következő támogatási pont, ami nagyon-nagyon jól jön a családoknak. Ebből kifolyólag én jelenleg egy baba-mama klubot is vezetek, és heti szinten ezzel foglalkozom, itt igyekszem olyan lehetőségekkel megkínálni a hozzám érkező anyukákat, hogy mentális segítőkkel kapcsoljam őket össze, ami számukra stabilitást hozhat. Mennyire vagyunk nyitottak erre? A ma embere, a 21. századi ember mennyire nyitott arra, hogy a lelki egészségét is ápolja, ne csak mondjuk a testét? Hát ez nagyon érdekes, így a Babamama klubon keresztül ébredtem én erre rá, hogy mekkora jelentősége van ennek, mert hogy a klubnak a célja ugye az volt, hogy segítőket hívjak, akikkel ők kapcsolódni tudnak, és hogy jöttek, de azok a témák, ahol pszichológiai téma volt megemlítve az alkalomra, ott sokkal többen jelentkeztek mindig azon az alkalmon, és hogy ez is indította ezt a vonalat, hogy ezt így jobban erősítsem, hogy akkor ebbe az irányba kell menni, mert ez az, amire ők ki vannak éhezve. És most már látom azt, hogy a kiskönyvtárak Szegeden, és egyre több olyan közösség, ahol van erre lehetőség, ezt az irányt próbálják megcélozni és segíteni így az édesanyáknak. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szuper, hogy így indul el ez a vonal.
mint említette, hogy ön is több szakemberrel működik együtt ezeken a foglalkozásokon. Hogyan döntheti el valaki, aki mondjuk pszichológushoz vagy bármilyen terapeutához jár, hogy jó helyen van egyáltalán? Nagyon-nagyon fontos ebbe a munkába, hogy itt nyilván a lelkünket tárjuk ki annak, akivel szemben leülünk, és hogyha azt érezzük, hogy nem tud a bizalom kialakulni, vagy valamilyen visszaesérzésünk van, itt érdemes felállni, és azt mondani, hogy nem, akkor keresek egy másik szakembert, hogy én azt érzem, hogy nem alakult ki a bizalom. Ez az egyik. A másik, hogyha nagyon hosszan elhúzódik, és nem tudunk A-ból B-be jutni a beszélgetések alatt, akkor is valószínűleg nem teljesen egy hullámhosszon mozog az a munka, vagy lehet, hogy nem azt a fajta segítőt találta meg, aki az ő problémájának segítsége lehet. Mert hogy a pszichológiának is különböző területei vannak, mint ahogy ha babát várunk, akkor nőgyógyászhoz megyünk, de hogyha a térdünk van eltörve, akkor meg a traumatológushoz. Ez a pszichológián belül is ugyanígy működik, hogy különböző szakterületek vannak, módszer-specifikus képzések, az egyik ezt tudja támogatni, a másik azt tudja támogatni, és ennek is nagyon nehéz megtalálni, hogy mi lesz az útja, hogy kinek mi az, amire szüksége lesz a segítség hívás során. Talán ebben is tud segíteni az a kezdeményezés, ami önhöz kötődik. Ugye áprilisban indul egy program, Mentális Egészség Délidő címmel. Mit lehet erről tudni? Hát ez az én szívügyem, ezzel szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a mentális egészségünket azt muszáj lenne fejleszteni. Minden arról szól, hogy menjünk jógázni, hallgassunk hangtálakat, és stb., ami egyébként nagyon szuper, és azt gondolom, hogy igen, menjünk el ezekre a helyekre is. Azonban nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a testi edzésen kívül a lelkünknek is megtaláljuk azt az edzésformát, amire szüksége lehet, és ezek az edzésformák úgymond a belső világunkba befelé fordulás, és az ott megtalálható kis hiányokat megkeresni, megsimogatni, meggyógyítgatni, és akkor így helyén lesz tényleg, akkor holisztikusan tényleg a test és a lélek az így a helyére fog kerülni, és akkor sokkal simábban fogjuk venni az akadályokat, akkor mondjuk egy-egy nehézség nem ekkora amplitúdóval ugrik ki az életünkbe, hanem akkor lehet, hogy csak egy ilyen kisebb vonal, emelkedő vonal jelenik meg. Úgyhogy a Délidőnek ez a célja, hogy szakemberek álltunk össze. Itt kifejezetten az volt a célom, hogy segítő szakemberek legyenek. Nem csak pszichológusok vannak a csapatban, hanem mentálhigiénés szakemberek, gyászfeldolgozás módszer specialisták, védőnő, aki mentálhigiénés végzettségű. Tehát úgy állítottuk össze a csapatot, és úgy hoztuk a témákat, ami különbözők, ami mindig segítségű lehet, és hogy rá ablakot nyithasson arra, hogy milyen különböző területekkel mozog a pszichológia, és hol mi az a terület, amiben esetleg megtalálhatja az ide eljövő, hogy számára mi az, amire szükség lehet támogatás az ő életében. Nagyon jól hangzik, és bízom benne, hogy ez a sorozat valóban sorozat lesz majd, és később is akár beszélgethetünk róla, vagy bemutathatjuk hát majd. Én is nagyon remélem, hogy a Délidőnek ez lesz a sorsa, legalábbis nekem ez a szívügyem, hogy negyed évente lehessen egy ilyen Délidő, amikor így összejövünk szakemberek, tudjanak hozzánk kapcsolódni, a szünetekbe a végén oda lehessen jönni, a pszichológus ne legyen piedesztára emelve, hanem ő is egy ugyanolyan ember, oda lehet hozzá menni, kérdezni lehet, és hogy tudjunk kapcsolódni, ez lenne a lényeg. Köszönöm szépen, hogy erről is beszélt nekünk. Köszönöm én is. Önök a Diagnózist, a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra. A Diagnózis támogatója a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont.